Sziasztok! Az Anvil újabb járművet rakott össze az Atlas platform segítségével a Ballista és a Spartan mellé. Ez pedig a Ballistához hasonlóan légvédelmi feladatokra specializálódott Centurion, ami olyan, mint egy Atlas alapra helyezett Hammerhead torony. A Centurion a mobilitásának köszönhetően rendkívül gyorsan tudja garantálni a biztonságos légteret a legkülönbözőbb bolygó felszíneken. A hatótávolsága kisebb, mint a Ballistáé, éppen ezért a két jármű tökéletesen kiegészíti egymást a nagyobb műveletek során. A Centurion tornyán 4 darab S4-es méretű Klaus & Werner ismétlő lézer van, de emellett van egy kiegészítő tornya is, ahogy már megszokhattuk, az Atlas platform elején a vezető fölött. Ez S3-as méretű ismétlő lézer van. A járművet közepes páncél védi az esetleges közvetlen támadásoktól, a vezetőfülke és a bejárat ismerős lehet a korábbi változatokból. A jármű személyzete két fő, amely a vezetőből és a lövészből áll össze. A Centurion végsebessége 35 méter per szekundum. Most pedig térjünk át a közösség Centurionnal kapcsolatos kérdéseire. A Centurion valamivel lassabb lesz, mint a Ballista és a Spartan, mivel nagyobb terhet hordoz majd a hátán. A későbbiek során például a Ballista tovább fog gyorsulni, ha kilőtte a rakétáit és így könnyebbé válik. A Centurion jele valamivel nagyobb lesz, mint a másik két Atlas alapú járműé, mivel több eszköz szükséges az energiafegyverek kiszolgálására. A jármű önvédelmét kizárólag a saját tornyai látják majd el, nem tervezik, hogy más védelmi eszközt, például elterelőket helyezzenek el rajta. A Centurion nagyon sok mindenben megegyezik a többi Atlas alapú járművel, így a páncélzata is azonos lesz azokkal. A radar terén is megegyezik a Ballistával, tehát ugyanannyira fogja látni az ellenséges hajót, mint utóbbinak a tornya. A tornyok alapvetően alkalmasak lesznek arra, hogy kövessék a célpont mozgását mind a gyorsaság, mind a torony látószögét tekintve, azonban azt nem tudják garantálni, hogy minden esetben, így például egy nagyon közel elrepülő vadászgép esetén is le tudják követni annak mozgását. A későbbiekben lesz olyan lehetőség, hogy a hajók, járművek megosztják egymással a célpontjaikat, de egyelőre ez a funkció még nem elérhető a játékban. A vezető által irányított torony képes lesz földi célpontokat támadni, azonban a 25 méternél közelebb lévő célpontok esetén problémákba ütközhet a kezelő a torony magas elhelyezkedése miatt. A Centurion fedélzetén mind a vezető, mind a lövész számára lesz személyes tároló és fegyvertartó. A Centurion a Ballistával szemben kisebb hatótávolsággal rendelkezik, valamint a kezdeti sebzésben sem éri útol, azonban a Ballista lassabban tud lőni, a Centurion kis távolságban viszont folyamatosan tudja támadni az ellenséget. A Cyclone AA-val szemben a Centurion nagyobb hatótávolsággal és tűzerővel is rendelkezik. A tornyokon nem lesz lámpa, hogy vizuálisan célozzunk, a célzást a szkennelés és a célpont kiválasztása fogja segíteni. A jármű több hűtőblokkot kapott, mint a többi Atlas platform, amelyek segítenek abban, hogy változatos külső tényezők mellett is fent tudja tartani a tüzelési képességét. A kondenzátorok állításával lehet növelni a maximális lövések számát a többi rendszer rovására, ahogy a többi hajónál is. Az alapbeállítások mellett a maximális lövésszám valamivel magasabb lesz, mint a hasonló tornyokkal rendelkező hajóknál, de nem kiugró mértékben. A tornyok fegyverei cserélhetőek lesznek, az energiafegyverek helyére akár ballisztikus fegyvereket is fel lehet szerelni, de ebben az esetben számolni kell a véges lőszerrel. Ezzel az Anvil Centurion bemutató végére értünk, a hajó már elérhető a játékban, ahogy mi is, tehát találkozunk az univerzumban. Stilinski? 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 Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski.